Ezek a képek az Összefogás Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők legutóbbi közös adomány átadásán készültek. A József puszta Kendelnyár Ózsák puszta lakta városrészekben lakó nagycsaládosoknak juttattak el játékokat, könyveket és egyéb használati tárgyakat, valamint 100 liter almalevet. A két civil szervezet rendszeresen segít rászorulókon, és támogatja az egészségügyi dolgozókat, valamint a közfeladatot ellátókat. A városvédők több száz adag pörköltet főztek már, amiből nem csak a mentősök és a buszsofőrök ettek, a családok átmeneti otthonába is jutott. A jótékonysági akciójukhoz ugyanis a taxisok is csatlakoztak. A civilek és a városvédők játékokkal, írószerekkel, melegétel, konzervekkel támogatták a Hétszínvilág otthonában élő gyermekeket is. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke azt mondja, az a céljuk, hogy segítsenek. Véleménye szerint ezek a megmozdulások is azt mutatják, milyen erős és aktív civil szféra működik a városban. Tisztán látszik, és a jövőre nézve is előre mutató, hogy az emberek igenis képesek összefogni, és nem csak kampány és pártpolitikai célok érdekében megmozgatni dolgokat, hanem igazi, valódi, őszinte tettekért. Ugye a posztjaink is ezért íródnak, hogy inspiráljunk embereket, és ösztönözzünk arra, hogy minél többen segítsenek. Az Összefogás a Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők összesen több mint 3500 taggal rendelkeznek. A két szervezet több mint 1,5 millió forint értékű adományt adott már át. Legközelebb szombaton juttatnak el adományokat rászoruló családokhoz.